Sziasztok! A mai alkalommal egy irkafűzésű füzetet fogunk készíteni. Egy 12 oldalas kiadványt A4-es nagyságban. Itt mögöttem lehet látni, nagyjából így néz ki. Egy szép áttekinthető kiadvány, és hogyha megnézitek a címeket, akkor igazából ilyen kamu szövegek vannak benne. Tehát ez is egy sablon, amit fel lehet tölteni, de úgy gondoltam, hogy jól lehet rajta tanulni. Na, vágjunk is bele! A cikkben feltöltöttem azokat a betűtípusokat, amiket használhatsz ehhez a kiadványhoz. Nagyon fontos, hogy még mielőtt belevágnál, ezeket a betűtípusokat töltsd le és telepítsd. Miután letöltötted, a legegyszerűbb telepítési módja, hogyha kijelölöd az összes betűtípust, rákattintasz jobb egér gombbal, és akkor megkérdezi, hogy telepítse. Jó, és akkor így végig telepítette az összes betűtípust. Most már ezeket használhatjuk. Hogy mik vannak benne? Egy Montserrat nevezetű betűtípusnak néhány változata, és egy Scotch Roman normál, illetve dölt betűs változata. Ez egy talpas betű, ez pedig egy talp nélküli, vagy más néven groteszk betű lesz. Ezeket, hogyha telepítetted, akkor érdemes még megnézni erről az oldalról a referenciaképeket, akár le is töltheted magadnak, sőt, töltsd le, hiszen ezeket majd használni fogjuk, illetve erre az oldalra betettem még a lapozható változatát ennek a kis füzetnek, ami sokkal több volt, a 32 oldalas, de természetesen nem akartalak ezzel most kínoszni benneteket. Készítsük elő a dokumentumot. Egy új dokumentumot kérünk. Ha itt ez az előnézetbe van kapcsolva, akkor látod, hogy mit csinálsz. 12 oldalt állítok be. Oldalpárokba fogom őket rendezni, tehát ez most már egy igazi kiadvány, egy irkafűzött, kapcsolódott kiadvány lesz. A margókat meghagyom akkorára, amint beállította ezt az InDesign, és a kifutót pedig úgy állítom be, hogy a billentyűzetről a felfele nyíl segítségével elkezdem növelni a kifutónak a méretét, és itt egy ilyen kis piros keret jelenik meg. Gyakorlatilag ez lesz a kifutó. Beszéltünk róla, hogy miről van szó, hogy oda tovább futtatom a szint vagy a képet, és levágják a nyomdával a szélét, akkor nem keletkezik egy fehér csík rajta, tehát túl lóg a nyomaton. És akkor itt van altal és az egér görgőjével tudom távolítani és közelíteni ezeket az oldalpárokat, és így lesz a záró oldal hozzá. Nagyon figyelj arra, hogy az eszköz tárunk megfelelő legyen, a munkaterületünket át kell állítani tipográfiára. A korábbi leckékben is ezt már átállítottuk, és akkor mindenfélét ide tesz, amire nekünk szükségünk lesz most ehhez a kiadványhoz. Szeretném neked megmutatni azt is, hogy vannak ezek az oldalak, az oldalrendező panel, ahol megmutatja, hogy éppen melyik oldalon vagyunk, és hogyha át akarjuk lapozni ezt a kiadványt, a hetedik oldalra úgy tudsz menni, hogy duplán rákattintasz, vagy kijelölöd, megint duplán rákattintok, akkor az adott oldalra megy, tehát akkor így át tudsz ugrani a kiadvány oldalai között. És ide a tetejére valami furcsaságot tettek, aminek az a neve, hogy mesteroldal. Mire való a mesteroldal? Duplán rákattintok, és ugye mutattam, hogy eddig a dokumentumban navigáltunk, de most gyakorlatilag egy oldalpárt látsz itt magad előtt. Kicsit nagyítok. A mesteroldalra gyűjtjük azokat az objektumokat, legyenek ezek szövegek, líniák, azaz vonalak, vagy pedig képek, amit minden oldalon meg szeretnél jeleníteni a kiadványba. Ezek azok a grafikus elemek, amik biztosítják azt, hogy egységes kinézetű legyen ez a kiadvány.
Ha oldalszámról van szó, hogyha egy logót vagy egy képet meg akarsz jeleníteni, vagy egy csíkot, lineát, vonalat, akkor ide kell elhelyezned, és biztos lehetsz benne, hogy akkor minden oldalon megjelenik majd. Ennél a kiadványnál, váltsunk át akkor ide, ennél a kiadványnál, hogyha egy picit belenézünk és elemezzük a kiadványt, én nagyon szeretem, amikor megtervezem a kiadványt, hogy előtte végig gondolni minden elemét, egy hosszabb előkészítés, lehet, hogy sok időt elvesz, de azután pillanatok alatt villám gyorsan tudsz a kiadványi szerkesztő programodban tervezni. Nézzünk akkor rá erre. És ahogy elkezdem lapozni, figyeld meg azt, hogy mik azok az elemek ezen az oldalon, oldalpárokon, amik ismétlődnek, ami mindig ugyanott van. Én azt látom, hogy a tetején, illetve az alján van egy-egy línia. És ide tettek egy olyan élőfejet, ami ismétlődik mindegyik oldalon. És még van egy ismétlődés, ugye egy hosszabb kiadványban be kell azonosítanom az oldalakat, tudnom kell, hogy éppen hol vagyok, navigálni tudni kell ebbe. Tehát az oldal számokat ők ide tették a két oldalára. És hogyha belegondolsz, egy átlag szövegszerkesztő programban nagyon sok lehetőség van, de általában azért bizonyos korlátok között, itt viszont szabad vagy, bárhova teheted, tehát hogyha akarod, mondjuk minden oldal közepén megjelenhet egy oldalszámozás, vagy lehet 15 oldalszámozásod is. Nyilvánvalóan ezek kapitális butaságok, de ezzel csak azt akartam demonstrálni, hogy szabad vagy itt a szerkesztésben. Térjünk át, menjünk vissza, és nézzük meg, hogy működik ez a dolog. Egy egyszerű téglalapot berajzoltam valahova. Ugye a W-vel tudom váltani, hogy ez a nyomdai nézetben, vagy pedig a szerkesztői előnézetben legyen. A szerkesztésnél látod ezeket a margókat hozzá, nyomdai nézetben pedig a margók is eltűnnek, vagy pedig ezeknek az objektumoknak a különböző vezérlő elemei. És hogyha most visszamegyek, mondjuk a harmadik oldalra, és mutatja a második, harmadik oldalpárt, akkor lehet látni, hogy ezeknél az oldalaknál bizony bekövetkezett ez a változás, tehát mindenhova, mindegyik bal oldalra, páros oldalra tett nekem egy téglalapot. Nyilvánvaló nem téglalapra lesz szükségünk. Még egy dolgot azért hadd mutassak meg, itt a 4/5. oldalon mutatom, hogy egyszerűen nem tudom utána megfogni. Tehát ezek az oldalelemek, amiket a mester oldalra tettem, ezek gyakorlatilag utána fixen ott maradnak a helyükön, és ezzel is biztosítják azt, hogyha például egy líniát vagy egy oldalszámozást beteszek egy adott oldalra, miközben lapozgatom, azt ugyanott fogom meglátni. Tehát nem lesz ilyen fölleugrálás, mint hogyha most egy amatőren mondjuk mind a 12 oldalra megpróbálnak behúzni egy líniát, vagy betenni ezeket az oldalszámokat. Erre nem lesz szükségem, visszamentem a mester oldalra, tehát duplán rá kell kattintani valamelyik oldalára ennek az oldalpárnak. Itt már hozzá tudok érni ezekhez az objektumokhoz, oldalelemekhez, ki tudom törölni, és a tetejére megrajzolok egy líniát, tehát itt az eszköztárban találod a vonal, és az elejétől kattintom, és hogyha megnyomom a Shift gombot, akkor úgy kényszeríti, hogy vagy vízszintes, vagy függőleges legyen, és elmegyek ide a széléig, tehát nem nekem kell bénázgatni vele. Hogyha most megnyomom a W gombot, akkor azt lehet látni, hogy lekattintok róla, azt lehet látni, hogy oda tényleg oda került egy vonal, egy ilyen línia, és ugyanígy az aljára is kellene tennünk a líniát. De még mielőtt ezt áttenném és lemásolnám, azért megnézem a körvonal tulajdonságoknál, hogy mekkora. Egy pont a nagysága most, kicsit rá közelítek, vagy a kontroll és a pozitív jellel a szám billentyűzeten, vagy pedig az alt és egér görgővel távolítom és közelítem. Ez utóbbi megoldás talán azért jó, mert hogyha
rámutatsz valamire, akkor arra fog rá közelíteni. Ez az egy pont a nyomdai mértékegységrendszerben azt jelenti, hogy valamikor 200 évvel ezelőtt ez volt a legkisebb elem, amit egy nyomdai gyártás során meg tudtak jeleníteni, például egy mondatvégi pontnak a nagyságokért. Ezt én itt le fogom venni 0,5 pontra, tehát fél pontra, egy picit elegánsabb lesz. Ennél is van kisebb, itt lehet látni ezt a 0,25 pontos, ez egy ilyen nagyon szép hajszálvonal, egyébként nagyon intelligens, de én most azért amellett, hogy intelligens szeretnék lenni, látni és akarom, hogy ott van az adott vonal. Hogy tudom letenni úgy az aljára, hogy pont egymás fölé kerüljenek, tehát ne csúszanak el, megnyomom a dupla V gombot, és ugye itt látom ezt a líniát. Ha el akarod mozdítani függőlegesen, akkor itt az Inkscape-el ellentétben a Shift gombot kell megnyomni, és akkor függőlegesen mozog. Meg is nyomtam a Shift gombot, és hogyha le akarom másolni, akkor hozzányomom az Alt gombot, és akkor látod, hogy ott átalakult a kurzor, mutatja azt, hogy egy másolatot fog létrehozni, lejjebb húzom, itt hozzá is csattan az alsó margóhoz, majd felengedem az egérgombot, majd felengedem a többi gombot, és akkor mutatja is, hogy az Alt Shift-et használtam, hogyha valakinek ez nem lett volna ismerős az előző óráról, a W-t megnyomtam, akkor tényleg ott van mind a kettő línia. Nézzük meg a referencia képünket azért hozzá, és teljes oldalra váltunk. Oké, tehát akkor tényleg ilyen magasra került ez az első línia, és ott van valamilyen szöveg, amit fel kellene tennünk, hiszen ez a szöveg ismétlődik mindenhol. A magazinnek az a címe, hogy Simple és Minimal Magazine Layout. Ez a szöveg kerül majd oda mögé. Na de melyik betűtípusból? Ugye mivel most megpróbálok egy kicsit rá közelíteni, mivel ez itt egy talp nélküli, más néven groteszk betű, ezért majd ezt kell keresnem. Ugye kétféle betűt töltöttünk le, ezek közül a Montserrat volt az, ami talp nélküli. Nekünk is erre lenne szükségünk. És azt mondom, hogy pontosan, hogy el tudjuk ezeket találni, ezért egy referenciaképet berakok erre az oldalpárra majd, és akkor a betűknek a méretét, illetve majd, hogyha ezeket az oldalszámozásokat feltesszük, akkor ennek a méretét is viszonylag korrekten be tudjuk majd állítani. Kimásztam innen, visszaváltok az InDesign-ra. Valahova ide kerül majd ez a szöveg, és ugye ígértem azt, hogy akkor beteszünk ide. Nézzünk utána a referencia képeimnek. Annyit szeretnék még itt mondani, nagyon fontos talán ez a dolog is, hogy érdemes mindig rendszerezetten készítened a kiadványaidat, tehát ne össze-vissza és ne az asztalra tegyünk mindenfélét, vagy azt se tudom, hogy éppen hova tettem, tehát én létrehoztam egy füzetnevezetű mappát, ebbe beletettem a fontjaimat, ahonnan telepítettem az egészet, és vannak referenciaképek, amiket én is letöltöttem veletek együtt, és most ebben a készletben mondjuk kiválasztom ezt a füzetke PNG 005-ös, tehát az ötödik ilyen oldalpáromat, és aztán azután itt megrajzolom. Tehát nem csak rákattintok, hanem kattintom, húzom, és aztán azután oda került az oldalpára. Még hozzá a mester oldalaknak az oldalpárjára ez a referenciakép. Ne ijedjünk meg tőle, ugyanis onnantól fogva, hogy feltettem a referenciaképet, minden oldalon megjelenik, ami a mester oldalnak ugye feladata, hogy egységesen ugyanazt jelenítse meg mindegyik oldalra. Visszakattintok, innen duplára kattintottam, tehát ott van a referenciánk, W-vel megnézem, hogy milyen helyzet most, és akkor azt látom nagyjából, hogy
Az előző lériám eltűnt, és ennek a referenciaképnek a rossz felvontású változata került elé. Rákattintok, jobbengyér gombot nyomok, és azt mondom neki, hogy a rendezés során küldje a háttérbe. Bődületes billentyűzet kombinációja van hozzá, tehát ez a Ctrl-Shift és szögletes zárójel, ez magyarban lenyomhatatlan, majd egyszer át fogjuk ezt állítani egyelőre innen a menüből, használom én is. Hátra küldtem, ráközelítem megint, és akkor azt látom, hogy majdnem eltaláltam. A nyilak segítségével följebb teszem egy kicsit a saját vonalamat, megnézzük itt távolabbról is. Ez az, tehát ezzel meg vagyunk, és valahol itt alul kell elhelyezkedni, és nézd meg, pontosan eltaláltam az alsó léniának a helyét. Tehát nagyjából hasonló értékekkel dolgoztak ők is, mint mi, aki ezt eredetileg, vagy akik tervezték ezt a sablont. Tehát ide kerülne fel a szövegünk, fogom egy szövegdobozt, rajzolok, beírom a szöveget, szimpa, aztán nyomok egy elválasztójelet, meglátjuk majd, hogy ide nagy kötőjel kell, vagy elválasztójel, és minimal, maga az égne, ott, oké, itt a szövegem. Azután kijelölöm ezt a szöveget, és azt mondtam, hogy a Montserrat betűtípussal fogom kiszedni az egészet. Rákeresünk a billentyűzetről, akár beírhatod neki az első betűit, és aztán itt megtalálom én is a Montserrat között. Ugye háromféle betűtípust, vagy betűváltozatot alkalmazunk. Az egyik, ez a Montserrat Thin, ami majd a címbetűknél lesz. A másik a Montserrat Light, és szerintem nagyjából ezzel készítették. Én most erre átváltok, és van még egy ilyen Montserrat Semibold nevezetű, ami egy, a félkövérnél egy fokozattal kisebb Montserrat Light-ra átállítottam. Igen, elég jól megsatszoltuk. Talán még a méret is stimmel, és akkor annyit kérünk még itt, hogy itt a Montserrat betűtípusaim közül a szín, a light és a semiboldot fogom ebből választani. Tehát nem csak innen a nagy lenyílóból tudod az összes betűtípust meghatározni hozzá, hanem a betű változatokat innen kiválaszthatod. Tehát ez a szín, ez a nagyon vékony, a light az fokkal vastagabb, és ez a semibold nem annyira kövér, mint a félkövér, nem egy picit mondjuk negyed kövér lesz. Jó, a többi akkor rendben van. Amit még meg kell változtatnunk, nézzük meg, hogy hol tartunk. Ugye itt van a referenciaképünk rajta, az az 1-2-3 elem, két línia, illetve fenn a szöveg. Most jönnének ezek a picike kis léniák. Ugye most már tudod, hogy a shift segítségével, hogyha lekattintok, mint egy pók, körbe tudok menni, de hogyha megnyomom a shift gombot, akkor ilyen 45 fokos ugrásokra készteti, és akkor ezzel beállítom az első léniát, megnézem, hogy a körvonal itt is legyen 0,5 pont, és hát megrajzolhatom a másikat is. Én őszintén elég lusta vagyok ehhez, meg szerintem mi grafikusok, számítógépes grafikusok pont azért használjuk a számítógépet, hogy könnyen és gyorsan és fájdalommentesen tudjuk használni, nem csak használni, hanem alkotni rajta. Megnyomom a Shift gombot, hogy vízszintesen tudjam húzni, megnyomom az Alt gombot, hogy lemásolja, és akkor ezt ide áthúzom szemmértékkel, nagyjából fedik egymást. És most felengedem a balegér gombot, és aztán felengedem a többi billentyűt, és megnézem, ide került tényleg. Ja. Most pedig, közben láttad itt a kis tappancsal mozgatom, ez a space gomb megnyomásával tudom arrébb mozdítani
az egész tervemet. Most pedig oda be kellene tenni egy oldalszámozást. Picikét fura lesz majd ez a dolog, ugyanis hogyha ide teszek egy, mondjuk ez a 7., 8., nem tudom hányadik oldal volt, mondjuk legyen hatodik oldal, hogyha ezt oda tettem a szövegdobozba, akkor talán már sejted, hogy mindegyik oldalra, 10. oldalra is, 8. oldalra is, bárhova megyek, oda betesz egy 6-os számot. Hát nem erre van szükségem, valami dinamikus elemre lenne itt szükség, tehát visszamentem a mester oldalra, és azt mondom neki, hogy ne én számolgassam ezt ki, kitörlöm magát a számot, ott van még a szövegdoboz, hanem azt kérem, hogy szöveg, és különleges karaktert szúrjon be. Ide nagyon sok mindent tettek, szimbólumokat, jelölőket, idézőleket, stb. Nekem most a jelölőkre kell mennem. Iszonyatosan szeretem az InDesignba ezeket a három színbe felnyíló menüket, ahol nagyon hosszú parancsok vannak. Szerintem nem jó, nem jól oldották meg, de hát ez van. Szegény ember ezzel főz, és a jelölőknél az aktuális oldalszámot be lehet állítani. Nézd csak meg, van hozzá gyors billentyű, a Ctrl-Alt-Shift és N billentyűt kell lenyomni. A zongoristáknak különösen ajánlott aktuális oldalszám, én inkább innen szoktam beszúrni. Hát azt lehet látni, hogy mivel a mester oldalon vagyunk, itt most ennek a dinamikus elemnek, ennek az aktuális oldalszámnak a Szentkeresztségben az A nevet adta, és hogyha utána átmegyek mondjuk a 4. oldalra, dupla kattintással, bocsánat, dupla köhintéssel, akkor oda tette a 4-est, ha átmentem a 8. oldalra, akkor oda tette a 8-ast, tehát nem nekem kellett számolgatni ezt. Egy bajom van vele, hogy ugye ezt most itt formázni kellene, és mivel ott, ha jól emlékszem, egy talpas betű volt, már pedig azért nézzük meg, mert igen, talpas betű, méghozzá egy szemibolt Montserrat betűtípusból a félkövérnél kisebb, alig félkövér változat, akkor én ezt beállítom, és azt mondom neki, hogy ő Montserrat betűtípusú, de ezek közül is a szemibold. Nagyjából illesztem, hogy hol lehetett, és most eltávolítom, megnézzük, hogy néz ki ez az egész. Pozícionálom, és azután megfogom ezt a keretet, lenyomom a Shift gombot, hozzányomom az Alt gombot, akkor ugye felkészült arra, hogy vízszintesen mozgassa, és másolja is egyben, és hogyha a bal egérgombot felengeded, és azután az összes többi billentyűt, akkor ez a helyére került. Majdnem. Hiszen azt látom, hogy valahova a szövegdobozon belül tördelt ezt a szövegünket, és hogyha most dupla kattintással belekattintok, akkor a szövegdobozon belül megmutatja, hogy milyen fajta tördeléssel, hova igazítja a szöveget. Itt most balra igazítás van bekapcsolva, és én, hogyha jobbra igazítom, akkor nézd csak meg, visszaváltok itt a nyíleszközre, akkor azt lehet látni, hogy persze kihúzhatnám ezt nagyobbra, Ctrl-Z-vel visszajátszuk, hoppá, Jézusom, oké, mégsem játszunk vissza. Oké, megpróbálom akkor visszatenni, tehát ez azt jelenti majd, hogyha mondjuk itt egy 12. oldal jön, akkor úgy tördeli, hogy ennek a doboznak a jobb széléhez, tehát onnan növeli helyi érték szerint majd ezeket a számokat. Mindent elkészítettünk szerintem, ami a mester oldalra kell, hogy kerüljön. Nézzük meg. Az összes többi elem az gyakorlatilag változik az oldalpárokon. Ezt akkor innen ki tudom törölni, és átmegyek mondjuk a 6.-7. oldalra, és leellenőrzöm, hogy megfelelő-e a szöveg. Tényleg 6.-7. oldalt látok el. Ott vannak ezek a kis léniák, megfelelő vastagságban. Én szerintem
ez most már így teljesen jó. Picit nagynak látszik ez az élőfej, de most ezt hagyjuk, nem bántjuk. Tehát ezek voltak azok az elemek, amiket mindenképpen fel kellett tenni. Nézzük meg akkor, hogy mit tervezünk tovább. Lementem most már a mester oldalról, itt vagyok, kint az oldalak közötti navigációba, és akkor elkezdhetem felépíteni az oldalamat. Egyetlen egy gond van. Nézzük meg megint. Itt is helyre pöccentjük, és visszalapozzuk az elsőre. Az első oldalon, a cím oldalon nincsen oldalszámozás. Az ilyen irkafűzésű kiadványoknál a címoldal az már első oldalnak számíthat. Nézzük meg ezután. Második és harmadik oldal következik. Tehát a sablon szerint, vagy azt látod, hogy első oldalon nincsen, de azután folytatódik az oldalszámozás. Wordbe ez akár egy érettségi feladat lehetne, hogy hogy tudjuk eltüntetni, gyilkos dolog egyébként, ott ez, ennek a logikája, ritkán használjuk. De itt is most felvetődik a kérdés, hogy hogy tudom eltüntetni ezeket az oldalszámokat, meg ezeket a léniákat, rátegyek egy fehér téglalapot, nem túl szép megoldás. Hát erre két dolgot találtak ki. Az egyik, a legelegánsabb az, hogy ha megnézed, akkor a mester oldal párom van, de van itt egy olyan mester oldal is, hogy nincs. Nincs, vagy van. Tehát az oldal van, de rajta nincsen semmi. Tehát ez egy teljesen üres oldal. Nem is lehet belemenni igazából, tehát még véletlenül se tegyünk rá grafikus elemeket. És most megteheted azt, hogy megfogod, tehát rákattintasz, és kattintva húzod, megfogod, és itt fölötte elengeded, tehát ráteszed ezt az üres oldalt, a nincs mester oldalamat, és aztán azután elengedem, és innentől fogva, mivel ő üres volt, eltüntette róla a grafikus elemeket. Többi oldalon ismétlődnek ezek, megfelelően dinamikusan változik az oldalszámozás. És itt az utolsó oldalon megint el kellene tüntetnem, egy másik módszert választok. A Photoshop titkok között, ha már egymás között vagyunk és elárulhatom, van egy olyan lehetőség, hogy az oldalra felrakott, mester oldalra felrakott ismétlődő elemeket fel tudom oldani a mester oldalról. Ehhez egy billentyűzet kombinációt használunk, és ez a Shift és Ctrl együttes megnyomásával, ha rákattintok valamire, akkor ezt feloldja a mester oldalról, tehát Shift és Ctrl, feloldja a mester oldalról, és innentől fogva bárhová tehetem ezen az oldalon. Ha átmegyek egy másik oldalra, ugye páros oldalon voltam, párosra fogok ugrani, akkor a másik oldalpáron ott maradt. Csak ezen az oldalon változtatta meg. 12. oldalon vagyok, tehát feloldottam egy grafikus elemet, és például ezzel meg lehetne azt is csinálni, hogy minden oldalnak itt az élőfejben más neve legyen, más mondjuk rovatokat alakítok ki, és akkor az egyik a sportrovat, a másik a divat, a harmadik meg a politika. De ne politizáljunk. Ezt innen el is tüntetem. De az a célom, hogy el tudjam tüntetni, vagy hogyha kell, akkor akár meg tudjam változtatni ezeket az elemeket. Most egyenként eltüntetem, mert gyakorlom, Shift és Ctrl-t megnyomom, rákattintok az aktuális mester oldalra lekötött, lehorgonyzott elemre, és innentől fogva felhúzta a horgonyt, és én már letörölhetem onnan. Ugyanígy akár kattinthatok egymás után is ezekre az elemekre, és együtt ki tudom őket törölni, és itt az utolsót szintén eltüntetem. Miről beszéltünk? Rövid összefoglalás. Mester oldalak voltak. A mester oldal pedig azok az oldalpárok, ahol be tudom állítani azokat a grafikus elemeket, amik ismétlődőek és az arcolat kialakítása szempontjából fontosak lesznek. Ezek lehetnek
teljesen statikusak vagy dinamikusak. Dinamikus például az oldalszám. Oldalszámokat is beállítottam ezekre az oldalakra. És remélem most már értitek, hogy mi a különbség a mesteroldal és egy normál, jól használható, átlagos kiadvány oldal között. Mi lesz a feladatod? Ha ezzel készen vagy, lehet, hogy ezzel elment az összes időd, most ebben a két órában nem hiszem, reméljük, hogy gyorsabban ment. Ha ezzel készen vagy, akkor néhány oldalpárt vagy a cím oldalt nagyon hasonlóan, mint ahogy itt elkezdtük, tehát ehhez az oldal sablonhoz hasonlóan alakíts ki te is, pici fantáziát belevihetsz, de kérlek, hogy most ebből akkor ne valami egészen más legyen. Tehát itt vannak ezek az oldalak, néhányat próbálj most így létrehozni. Ezek között lesznek címek, lesznek olyan oldal elemek, szövegdobozok, ahol dölt betűs szöveg van, hogy lehet iniciálét készíteni, keresd majd a menüsor alatt a helyzet érzékeny eszköz sávon, ott be lehet ezt állítani, nem nehezebb, mint egy szövegszerkesztő programba. Képeket helyezzel, ezeket a képeket természetesen nem fogod megtalálni, hanem akár az Unsplash oldalról, vagy bármi másról, amit szeretsz, le lehet tölteni olyan képeket, amik tetszenek, vagy hasonló témájúak is, azokat beteheted ide. Nem kell sok oldalpárt létrehozni, de amit csináltál, amit elkészítettél, az a következő két órában majd, tehát jövő héten nagyon jól tudunk dolgozni, mert ezeket általánosítjuk, készítünk belőle stílusokat, és azután nem 12-t, hanem 32-t, vagy akár 64 oldalt is pillanatok alatt be tudsz tördelni. A következő órán akkor majd a stílusokkal fogjuk folytatni, néhány oldalpárt hoz létre, és küldeni őket egy PDF-ben, egy nyomdai PDF-ben, vágójelekkel, mindenfélével ellátva a Teams-be. Én ott fogadom őket, megnézem, hogy meddig jutottál, és jövő héten akkor a stílusok beállításával folytatjuk. Jó munkát mindenkinek!